Fancsalban élő Bogár János hazánk egyik legeredményesebb ultramaraton futója. János már gyermekkorában szeretett futni, azonban őt is, mint a legtöbb fiút vonzotta a labdarúgás. Majd elhatározta, hogy komolyabban elkezd a futással foglalkozni. Keményen edzett, áttért a vegetáriánus életmódra, azért elérje kitűzött céljait. Jelentősebb eredményei közé tartozik az 1991-es győzelme a Spartathlon, valamint az 1994-es Európa-bajnoki győzelme 24 órás futásban. János szívesen emlékezett vissza a kezdetekre. A kezdet az mindig ilyen válaszút volt, hogy merre induljon el az életünk, a sport, vagyis az életem a sportterén. A kezdeteknél mind minden gyerkőt én is próbálgattam rendezgetni az elején, hogy mi felel meg a, úgymond, hogy mihez van kedvem, és hát kezdődött labdarúgással, kezdődött a szokásos gyerekkori kipróbálásokkal, és hát persze, hogy a futás az mindig is már 6-7 éves koromban az első helyen szerepelt. Hát sajnos elég későn akadtam rá versenyzésre, de úgymond az amatőr kor az így kiesett, abból a szempontból is jó, hogy egyből a versenyzéssel kezdtem, és a futásnál maradtam, annak nagyon örülök, hogy nem úgymond a labdarúgásnál, mert szerettem azt is, csak az önmegvalósítás igazából a futásba leltem meg, amikor saját magam akaratából elértem azt, amit szerettem volna a kezdeteknél fogva. És érdekes, hogy sokan ezt mondják, hogy labdarúgással kezdenek, tehát az egy csapatsport, teljesen más. Jó, nyilván a futás nagyon fontos ott is, az alapja, de sokan úgy vannak vele, hogy nem tudják, amit pontosan elmondtál te is, hogy nem tudják megvalósítani saját magukat, mert ott hiába van valakinek nagyon jó teljesítménye a pályán, de az nem jelenti azt, hogy egy ember tud mondjuk nagyon, mondjuk egy egész csapatot irányítani, vagy az ő egy csapat céljait megvalósítani. És úgy látom, hogy ez nálad is teljesen így volt. Igen, sokszor tényleg rengeteg versenyen kihajtottam magam szó szerint, és a csapat mindig legtöbbször vesztesen vonult le a pályáról, és akkor ezért volt ez a váltás. Sokat tudhattam én magánszorgalomból labdarúgás mellett, és kezdődtek a kis futóversenyek, és ott éreztem azt, hogy igen, és hogy abba kell hagyni a labdarúgást, mert a céljaimat az igazából az nem segítette, hogy tényleg egy több vesztes mérkőzés után semmi sikerélményünk nem volt, lemaloltunk a pályáról, én teljesen kimerült voltam a futástól, a többiek szépen ott el voltak, úgyhogy ez annyira zavart, hogy maradt a futóverseny, és ott tudtam, hogy a saját erőmből minél több versenyen, ha nem nyertem, vagy csak harmadik voltam, akkor is éreztem azt, hogy igen, ezt én, az én veszteségem úgymond, de én határoztam meg, hogy... Lehet, hogy rossz a kérdés tényleg, amit most fogok kérdezni, de aki mondjuk nem fut, vagy nem tudja, hogy mi az az érzés, vagy életérzés, ami közben fut, miért jó futni? Hú, ez nagyon nehéz kérdés. Azt, hogy nem is lesz ez így elmondani, de ezt mindenkinek saját magának kellene elkezdeni, és ezt a saját érzést ezt tapasztalni. Tényleg a tapasztalaton múlik, hogy saját magunk tapasztaljuk, és nagyon sok ismerősen van, akit így rábeszéltem a futásra, és még a mai napig is hálás, hogy ő nem tudta, hogy ez milyen érzés, nem tudta, hogy ilyen érzés eleve létezik-e az ő életében, és ezért úgy érzem, hogy ezért érdemes elkezdeni mindenkinek. De ugyanúgy a kerékpározást említeném, az úszást, de a futás lényegesen egyszerűbb talán. A futást sokan monoton sportágnak tartják, azonban Bogár János megtalálta benne a szépséget. Hosszú távokon mindig kis célokat tűz ki maga elé, amiket teljesíteni is tud. Ezek a törekvések segítik abban, hogy végig tudjon csinálni egy több mint 200 kilométeres távot is. Nagyon ott kell lenni, igen, fejbe, főleg egy, ha csak a Spartathlont említem, amit 91-ben sikerült, hála Isten, megnyernem. Igen, akkor nem kimondottan a táv végére gondolok, hogy még van 200 kilométer, még van 240, hanem célokat, rövid távú, 10 kilométer, most el kell jutnom Korinthoszig, most el kell jutnom
rövid távú célokat, és ha azt elértem, akkor utána mindig lépésenként mindig haladok tovább, és így lényegesen egyszerűbb, mert sokan esnek abba a hibába, hogy a kis idői már csak 200-ban hátra hallottam videókon, és az annyira, nem tudom, ezt valahogy ez nem jó hozzáállás, inkább a rövid távú, hogy elérjem bizonyos pontokat, az úgy sokszor világkupát, 6-szor Madridba is úgy nyertem, hogy sok versenyző az olaszok is mindig rám köszöntek, hú, még van 60, 64, mindig beszéltek, és agyilag nagyon sokkolták egymást, hogy hú, mi milyen sok van, és én mondtam, nem, 50-ig el akarok érni, és el is értem, és tovább, és ez bejött ez a hozzáállás. Bogár János életében 1991 fontos dátum. Hosszú felkészülés, rengeteg heti 300-400 kilométer futás, amely meghozta a gyümölcsét, hiszen megnyerte az egyik legkeményebb maratont, a Spártatlont, ami Spártától Athénig tart. A közel 246 kilométeres távot János 24 óra 15 perc 31 másodperc alatt teljesítette, így másfél órát vert rá a második helyezetre. Akkor még nagyon fiatal voltam, 26 éves, és arra mindenkinek ez volt a vágya Magyarországon, hogy a Spartlaton teljesítse, teljesítés, mindenkiben az volt, és bennem is az volt, hogy teljesíteni szerettem volna. Ugye az, hogy nyertem, az egy nagy ajándék volt az élettől, úgymond, mert nem is szerettem volna én egyáltalán első helyen lenni, de annyira felkészült voltam ezek szerint, hogy így utólag nagyon nagy élmény volt, és talán a legnagyobb élmény az életemben, hogy fel is tudtam készülni, nem is sérültem meg közben, nagyon elkerültek a sérülések, meg hát az köszönhetően a heti 400 kilométereket futottam akkoriban, 300-tól 400-ig, úgyhogy a felkészülés az bennem volt, csak valahol ki kellett, hogy jöjjön ez a forma, és pont a Spartatlonról jött ki, hála Isten, ez örvendetes volt. Most, ha valaki olyan néz minket, aki mondjuk nem annyira van benne a futásban, mit jelent ez a verseny pontosan? Ez Athéntől Spártáig futódik. Minden évben ez egy... A történetét pontosan nem tudom, de 245 kilométer a két város között. Ez minden éven megrendezésre került. A hölgyek közül Lubi Cilőván többször nyerte, hála Isten van magyar siker a hölgyeknél, és férfiaknál még egyenlőre csak én vagyok, aki győztes volt már több teljesítő, de győzni még nem sikerült egyenlőre férfiak közül senkinek, de még lesz szerintem magyar siker. Azért ez nagyon hosszú ez a táv. Igen, nagyon-nagyon hosszú, igen, a legnehezebb versenyek között említik a világon, és hát felkészülés rá sajnos elég bonyolult, mert annyira speciális ez a maga a táv, ott Athéntől Spártáig a domborzat, az éghajlati viszonyok, hogy igazából nem lehet rá készülni. Aki benne van, abban úgy is benne lesz, akiben is benne, az esetleg tud valamit finomítani, de talán ez volt nagyon nehéz. Oda lehet, hogy születni kell, mint van egy görög futó, ő 17-szer nyerte, és oda ő beleszületett, hogy Jánosz Kúrosztapsőr, az világszústartó, őt csak überelni tudjuk, és nem tudjuk, csak követni tudjuk mélyen, nagyon, úgyhogy ő az etalon ebbe a távba. Bogár János és Varga Ildikó találkozása akár mesébe illő is lehetne, hiszen egy futóversenyen találkoztak először, majd a barátságból szerelem szövődött. Együtt futnak, azonban Jánosnak jobb az eredménye, így hamarabb ér be a célba, azonban minden alkalommal Ildikó elé megy, és romantikus módon együtt lépik át a célvonalat. Futóversenyen találkoztunk. Melyik futóversenyen? Tatán volt egy ilyen ultra futóverseny, 6-12 órás futamok voltak, és én a 6 órásra neveztem, János is akkor a 6 órát futott, és ott találkoztunk jó pár évvel ezelőtt. Ez érdekes, hogy mondjuk egy ilyen verseny összehozhat embereket, tehát nem csak kapcsolatokról beszélek, hanem emberi kapcsolatokról, barátságokról. Nem tudom, hogy ez tehát a futóvilág gondolom azért másabb, mint mondjuk más sportágaknál. Van itt annyira kiélezett harc mondjuk az embereknek egymás között, akik éppen futnak? Vagy igazából itt mindenki jóban van mindenkivel, aztán a végén az nyer, aki először ér a célba?
Szerintem biztos, hogy van harc, mert mindenki arra törekszik, hogy a legjobbat hussa, győzelemre, vagy legalábbis dobogós helyezésre, és az mellett, hogy egymásnak, tehát rivalizálnak egymás mele verseny, mindenki többet akar teljesíteni, mint a másik, de az mellett támogatják is egymást. Tehát segítik is egymást. Tehát ahogy egymáshoz viszonyulnak a futóverseny, egy ilyen hosszú futóverseny kapcsán az emberek, az tényleg példaértékű, mert jó látni azt, hogy ha csak az ember kísérőként megy és frissít egy 24 órás vagy 12 órás futamban részvevő futót, és akkor látja, hogy egymást a pályán és hogy biztatják, meg segítenek egymásnak. Tehát nagyon sportszerűek és nagyon, nagyon segítik egymást az emberek, a futótársak egymást ilyen versenyeken. Ti együtt is indultok? Tehát ugyanabban a számban is szoktatok indulni? Vagy te igazából segíted a Jánosnak a idézőjelben munkáját, tehát magát a sportolási tevékenységét? Hát indulunk ugyanabban a számban is, hát 6 órán, 100 kilométeren is indultunk ugyanabban a számban, de a 100-nál több távoknál, tehát mikor van Békés Csaba Arad májusban, az ugye Békés Csabától Aradig 100 km egyik nap, másik nap 100 km vissza, én akkor János vagy kerékpáron, vagy gépkocsival kísérem, és biztosítom a frissítését, ami hát nem egyszerű dolog, mert egy ilyen hosszú távlat, tehát változik állandóan az igénye a futónak. Nagyon ismerni kell a futót egy kísérőnek, elnézést, beleszólok, nagyon ismerni kell, és sokszor sajnos nem hozzáértő kísérőkhez keveredik hozzám, és nagyon sok bonyolulalom van ebből, és ilyenkor a futónak a teljesítménye sajnos romlik, és Ildikónak hálás köszönet ezért, hogy ő így mellettem úgymond feláldozza magát sokszor. Nem indul, pedig indulhatna sokszor azon a versenyen, felkészült rá, de inkább vállalja azt, hogy engem kísér. Az ultramaraton futót a hosszú távokon mindig kedvese Ildikó kíséri, hiszen a siker a frissítéseken és a segítő odafigyelésén is múlik. Ildikó nehéz helyzetben van, hiszen János vegetáriánus módon táplálkozik, és csak hideg üdítővel, vízzel vagy éppen a nagy nyári melegben jégkrémmel tud igazán formában maradni, főleg a 100 km vagy akár az annál hosszabb maratonokon. Egy jó segítő hozzájárulhat a sportoló jobb teljesítményéhez is, azonban ehhez nagyon ismerni kell a futót. Szerencsére halat azért eszik meg sajtféléket, tojást, és akkor így azért tudom pótolni ezeket a dolgokat. De hát elég kényes a gyomra nekik, mert egy futás által, amikor egy ilyen ultrát fut, akkor hát a gyomor az egy idő után úgymond kikészül, és akkor hát nem igazán fogad be mindent, tehát nagyon vigyázni kell, hogy mivel frissít. Igen. És Jánosnak a gyengéje nagyon meleg van, a gyengéje hideg. És ha nincs hideg, akkor nagyon el tud menni az energiája is, meg úgy akkor csökken a teljesítménye is, és hogyha egy frissítő ponton ugye nagyon nehezen megoldható ez mondjuk Békés Csaba Arad körül, meg főleg a román területen már, mert nem mindenhol, tehát nem tudunk annyit, tehát olyan hűtőt vinni, ami behűteni egész napra a dolgokat, és ha nem jut hideghez, akkor gond van. A szarvizékot nem biztosítanak, ilyen ellátás, egy kicsit hiányos a versenynek a frissítés ebből a szempontból, és azért 200 km-en keresztül nincs hidegital, Békés Csabai meleg, májusban azért ott tudni kell, hogy 40 fok körüli, és az alföldi meleg a sokkal másabb, mint egy itt a hegyaljai meleg, úgymond, az nagyon száraz meleg, és a frissítés a versenyzők, jó tudom, 77%-a szokta feladni, pont emiatt a probléma miatt, hogy nincs egyszerűen. Hát ilyenkor azt csinálom, hogy rohanok előre, egy kocsival, igen. Kocsma, benzinkút, és ahol van hideg vagy jég, akkor megveszek 2-3 üveggel, de mire megissza az elsőt, mire meg jégkrém, mikor mit kíván éppen, vagy éppen dinnyét, és akkor mire második üveghez érünk, bele kóstol János, langyos, dobja el az útszélére, mert egyszer akkor rosszul lesz, és akkor jönnek a gyomor problémák, és akkor nem tud úgy teljesíteni, hogyha nem tudja magát úgy hűteni egy ilyen. Ahhoz, hogy valaki jó futó legyen, száműzni kell mondjuk a káros dolgokat az életéből. Mondjuk itt a húsra is gondolok, mert hát azért az is nem biztos, hogy annyira megfelelő mondjuk egy olyannak, aki tényleg sikeresen szeretné teljesíteni az adott célt. Hát igen, akkor nekem, vagyis hát úgy érzem, hogy ez egyéni, nagyon egyénfüggő, mert sok ismerésem van, aki ugyanúgy ráállt, tanácsokat kért tőlem évekig, étkezési tanácsokat, és
Ez csak lerövidítem, én ABV-s csoportú vagyok, és a biológia szerint az ABV-s csoportok nagyon jól reagálnak a húsmentes életmódra. Sok futóismerésem, aki nullás, vagy másfajta, vagy B-s volt, igen, az ások azok jobban, de nem mindenkinél egyforma, nem mindenki tudja elviselni. Van, akinél a teljesítményromlás volt, gyenge volt nálam, én gyengeséget nem éreztem ettől, 35 éve nem eszem, és szinte regálódásban teljesen tökéletes. Sok verseny volt, ami volt, 7x700 kilométert futottunk Tasmániába, és ott sorban mindenki adta fel ízületi panaszokkal, és utána elment, a verseny után elmentünk orvoshoz, és nézték az ízületemet, és semmi maradvány, sem annyira tiszta volt, és egyből mondta, hogy vegetárián, és ez kiderült, ebből lejött, hogy nálam nagyon működik. Más futónál nem működik, ez nálam, nekem ráállt a szervezetem, és jó. Pogár János és Varga Ildikó élettörténetében is nyugodtan használhatjuk azt a mondást, hogy egy sikeres férfi mögött mindig egy erős, céltudatos nő áll. Nincs ez másképp náluk sem. Ez nagyon jó érzés tényleg, hogy együtt tudunk versenyezni egymást, úgymond spanoljuk, minél jobb eredmények elérésére, és tényleg részese lehetek annak nagyon sok versenyen mostanában, hogy Ildikó egyéni csúcsokat döntöget, úgymond szinte minden versenyen pluszt tud hozzáadni az előző eredményeihez. Pályacsúcsokat nem akarom itt szembelítjelni, de tényleg a sok pályacsúcsnál tart már mostanában, és ilyen korban már tényleg nem vagyunk, láthatja mindenki, hogy nem vagyunk fiatalok, és az örvendetes, hogy egymást tényleg mindig előrébb visszük ebben a... De ez példa lehet a fiataloknak például az, hogy nem kell 15 évesnek lenni, 20 évesnek, igen, vagy 30 évesnek ahhoz, hogy valaki sportoljon, hanem az egy életforma. Igen, én nagyon későn kezdtem el sajnos versenyszerűen sportolni, régebben is futottam, ilyen utcahosznyikat, ilyen másfél-három kilométereket, de igazából csak 14 éve kezdtem el igazából ilyen versenyekre járogatni, aztán mindig több-több, és hát a mostani versenyeink ugye nagyon jó érzés, mikor János ugye előbb beír, általában egy perc van közöttünk kilométerenként, és akkor ugye ahány kilométer, annyi perc különbség, és jön elém János, és akkor mindig besegít a célba, és bekísér a célba. De van olyan, hogy ő már leáll akkor, és már úgy, tehát úgy az izmai is már úgy lemerevednek, és nem tud a végén már úgy velem jönni, mert milyen tempóban én befutok a célba. Főleg most, hogy van neki ez a sérülés, ez a problémája. Most Balatonon is ugye jött elém szegény, és le kellett lassítanom, nem tudtam azt az iramat menni, hogy tudtam volna még a cél előtt, mert hát kicsit visszahogott, de attól függetlenül nagyon jó érzés, és én örülök ennek, és boldog vagyok, hogy ő mellettem van, és akkor megélhetjük együtt ezeket az örömöket. Bogár János és Varga Ildikó idén ősszel csatlakozott a Hegyalja 20-50 Sport és Szabadidő Egyesület futó szakosztályához, ahol tovább kamatoztathatják tudásukat a versenyeken. A civil szervezet támogatja a sportolókat abban, hogy nevezzenek és eljussanak egy-egy megmérettetésre, ami azért nagy segítséget jelent a versenyzőknek. Szeretném megköszönni a Hegyalja 250-nek, László isnek, hogy nagyon mellénk álltak ilyen szempontból anyagi téren, és hogy kicsit távolabb is tudunk gondolkozni, kicsit másabb versenyeket, és ami ideig nem fért bele a költségvetésbe, ez nagyon, nagyon hálásak vagyunk érte, és reméljük, hogy jövőben is tudjuk Hegyaljának a hírnevét vinni jóval több versenyeken ennél. Megoldottuk ideig is, persze minden 10 év és már ugyanúgy 55 verseny van, de tényleg örülünk, hogy ebben a nagyszerű klubba tartozhatunk.